Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakmagazin 2017 novemberi adásában. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, állandó szakértőnk, elemző ö, mesterünk, nagymesterünk, Varga Péter nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunk óta újabb forduló lebonyolítására nem került sor az NB2 küzdelmeiben sem, és a megyei csapatbajnokságban sem, és egyéni verseny megrendezésére sem került sor, úgyhogy újabb eseményekről beszámolni nem tudunk, hanem azt tudjuk megvizsgálni, bemutatni, hogy megyénk sakkozói hogyan muzsikáltak az MB2 első két fordulójában, olyan partit szeretnénk, partikat szeretnénk bemutatni, illetve Péter nagymester fogja bemutatni, amelyekből a sakot szerető közönség sakkelméletet is tanul, a sak alapvető elveivel ismerkedik, illetve elmélyíti azok ismeretét, és ezzel is csiszolja a tudását, amellett természetesen, hogy a partiban megjelenített ötleteket élvezi és értékeli. Tehát szeretném ezek után átadni a szót Péternek. Milyen partit mutatsz be nekünk? Hát a második fordulóból egy villámgyőzelmet mutatnék be. Egy nagyon érdekes és taktikus állás valósult meg. Én úgy gondolom, hogy feketével ugye így nem szabad játszani, tehát ez is a típus példája. Egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges kisgyerekkel játszott a Tiszavasványnak az egyik játékosa, ugye Palágyi Csaba, és hát bemutatta, hogy, 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 a gyalog, gyalogot hogy nem kell elfogadni, vagy ugye azt, a, azt a, az alapelvet, hogy ugye a nyerés után a fejlődési hátrány az, az mennyire, mennyire rossz tud le lenni, és ugye ezt milyen szépen használta ki világossal. Hadd mondjam el, hogy Palágyi Csabát ugye ismerjük A. személyesen, ő egy rendkívül taktikus első osztályú minősítésű játékos, akitől nem várható egy nehéz pozíciós játszma, viszont cseljátékot fog játszani és áldozni fog. Erre az ellenfelei bizonyos vagyok benne, hogy készülhetnek. Tehát Csaba pontosan nem tudom, melyik partit választottad ki, de biztos vagyok benne, hogy valamilyen cserjátékot választott, áldozott anyagot, és valószínűleg az ő taktikai leleményessége valami átütő kombinációval érvényesülhetett. Mutasd nekünk, kérlek, a partit. Tehát világosan játszott Palágyi Csaba, és a nagyon fiatal, még mindössze 9 éves Strand Dávid volt az ellenfél uh, e n 4 kezdett. Ugye világos, mert folytatta a sötét, amire d 4 ugye egy ilyen cselváltozatot próbált meg fehér játszani, e D4 következett, jó lépés. Ugye itt vezér d 4 a középcselben lennénk, de C3-mal ugye egy taktikus, gyalogáldozatos állás került elítékre, itt én úgy gondolom, hogy d déjüti C3 még nem rossz lépés, meg ugye el lehet fogadni a gyalogot. Az elmélet szerint ugye az egyik legjobb lépés itt D5. Azonnal a centrumot nyitni, és ugye azt végig játszani. Tehát, hogyha most D5-öt húzunk, akkor hát 4 D5-re vezérült D5? Uh, igen, akkor vezető. És hogyha eljött, akkor pedig már üthető a C3 gyalog, igen. mert de be van tönve a nagy átló. Igen, igen, igen. Tehát ott az a változat, hogy, uh -huh. hogy eljött és C5 D4, Huszár C6, és akkor ott ott marad a D4 gyalog, és akkor ott szépen kifejlődik fekete futó b és a 20 és, és, teljes mértékben egy, egy, egy normális állásszerkezet alakul ki. Tehát itt van ez a legjobb ez ellen a játék ellen. Ugye a d c C3-ra, ugye Huszárüti C3-mal világosnak az volt az alapelve, ugye, hogy gyorsan fejlődik, tehát ugye azért szoktak gyalogot áldozni, vagy akár tisztet is, hogy gyors fejlődési előnyhöz jusson fehér, és ugye ezt megpróbálja kihasználni az ellenfél királya, középen királya ellen. Na ezt most teljesen... Van-e esetleg venni. olyan változat, amikor világos még azt is hagyja, hogy a B2 gyalogra üssön be? Igen, itt van olyan is, hogy futó C4, és hogy ugye lejutnék a B2-t, akkor futóval visszaütnének, és akkor ez a két futó azonnal ott a, ugye az A2 G8 és, a, és, az A1 H8 átlón nagyon erős vezér B3, Huszár C3, Huszár F3 sánc is, gyakorlatilag kifejlődött, és, és a fekete királynak el ellen nagyon-nagyon nagy támadás. Jönne. Hát a sötét a két gyalog előnyéért óriási fejlődési fizet, fizetés, rendkívül pontosan kell játszania, hogy ne üssön át világos támadás. Én azt nem szoktam javasolni, hogy ezt bevállalják. főként gyerekek, akik ugye nem annyira tudnak védekezni. Én azért mondanám, hogy itt a c 3 sem igazából gyerekbarát állás. Én, én úgy gondolom, hogy a D5 sokkal-sokkal jobb. Tehát, ahol kijön egy rendes középjáték, ahol sakkoznak. Itt ugye Huszárüti C3-mal folytatta Fehér, ugye azonnal ugye kezdeményezéshez jutott, D6 következett, amire futó c 4 ugye fejlődött Fehér, Huszár F6 jött, és ugye ezért B3-mal ugye azonnal az F7 gyarognak a helyzetére próbált meg fehér rájátszani. Ugye ezért vezér B3 nagyon erős lépés, és nagyon nehéz védeni ezt a ezt a szerkezetet, tehát az F7 pontot. Egyedül igazából vezérejét vagy vezér d 7 tudja kivédeni ez fekete. <kül> ugye vezér E7-tel próbálkozott, amire egész egyszerűen Huszár F3 érkezett. És ugye, és ugye most a, hát nem nagyon tud mit kezdeni ott, a, ott az F8 futóval fekete. Ugyan, uh -huh. Igen, nagyon, tehát hogyha azt nézzük, Huszár g is fenyeget mondjuk sánc után, és, és ugye nagyon-nagyon-nagyon nehéz jót tervet találni. Huszár BD7-tel folytatta fekete, ugye ennek az az értelme, hogy E5 ellen van még, erre futó E3 következett, ugye ez az értelme, hogy Huszár C5-öt esetleg leüssük, és utána előtte rákérdezzünk az F6 huszára. Tehát akkor ha jól látom, hogyha futó E3 helyett világos huszár G5-öt húzott volna, akkor huszár előtte meg meg, megvédi a, az e pontot, és, és a c futót is támadja. Igen. igen. És utána a h 6 visszazavarja a lovat, <coughs> tehát az nem lett volna. Fel az most nem lett volna jó lépés. Futó E3-mal ugye az az értem, hogy akár de vagy hosszúra is sáncolhat fehér, de valószínűleg a rövid sánc is ugye, és amint látjuk, tehát könnyű tisztekkel kifejlődött fehér, és feketének nagyon nagy nehézségei vannak, főként a két futónak a fejlesztésével. És ugye ott, hogyha egy lódé jött el, ugye azonnali támadást intéz fehér, egyszer nem nagyon tud már védekezni. Én ezt, én ezt soha nem szoktam javasolni, hogy ilyen védekező állásba, főleg egy nagy taktikus ellen most következett egy H6, ugye ez valószínűleg a Huszár G5 ellen is, de, de, hát ez már megint időt veszít, megint felesleges lépés, ugye, és, és ugye azért lépte ez, hogy ugye ne legyen, ne legyen itt Huszár G5 benne, de ugye, ha megnézzük, F8 futó, C8 futó nem lép, ugye nem tud elsáncolni, fekete a két nem játszik, és világos pedig folytatta rövid sánccal a partit, és egész egyszerűen teljesen ráborult a távla, nincs a lépése feketének. Nem ajánlatos huszár N4-en leütni az N4 gyalogot, mert 20 üte N4, huszár C3 üte 4 vezér üte 4 után kinyílik az E vonal, és egy bástra E1 már rettenetes dolgokat tud művelni. Hát bástra E1 az azonnal vége, igen, de az F7 gyalog is ott marad védtelenül, tehát azt is le lehet ütni esetleg, tehát ott... Teljesen széthullott a fekete állása. Tehát, tehát nincs további gyalograblás. Igen. Tehát most, ha ezt nézzük, fekete egyszerűen már a megnyitásnak az alapelveit nem tudja befejezni, mert nem tud kifejlődni. Ugye a legfontosabb dolog, hogy fejlődjünk a tisztekkel, és, és próbáljuk meg a királyunkat biztonságba helyezni. Na, ezt nem sikerült ebben a partiban. Ugye megérkezett Huszár B6. Hát itt is sok minden lehetséges. A futőti B6 végül is egy jó lépés volt. Az volt az alapja, ugye hogy nem engedi fejleszteni itt a futókat. Ugye futőti B6, amit visszaütött a gyaloggal, A B6-tal fekete. És ugye most jött a típus lépés E5, és ez az, ami ugye gyakorlatilag megnyitja az egész fekete állást, és azonnal szinte fel lehet adni. Ugye E5, ugye és utána megnyílt a E vonal, D vonal, és a két bástya megérkezik oda, és gyakorlatilag nem tud mit csinálni fekete. Jó, a lépek, leütök D6-ra, bástya 1 bástya D1, tehát egyszerűen, tehát innentől kezdve feladás az állás. D üti A5 következett, persze még meg kell nyerni. Huszár üti e 5 ugye nagyon jó lépés, ugye vissza lehet ütni a huszára, mert a vezérrel ütne, akkor ugye bástya E1 következne, és hát vezér a vezérrel. ha vezérrel most sötét leütné a világos huszárt, akkor arra bástya F1 E1 lenne, és vezért veszít arra. Igen. Igen. Természetesen még mindig középen rekedt a Sötét Király, nem tudja betömni a fenyegető ö, támadásokat, az F7 pont elleni Igen. támadást sem, tehát nem szabad leütni a lovat. Hát nagyon nehéz. Futó E6-tól próbált cserékkel könnyíteni helyzetén fekete. Ugye fejlődött, talán védte az F7 gyalogot is, de csak ideig, óráig, mert futó E6-ra következett, bástya F-ről E1-re, <coughs> ugye nem ütjük le, az E6 futót, ugye vezérüti E6 után ott ne legyen esetleg semmilyen csere, az is valószínűleg már nyerne, de itt ugye egész egyszerűen hozzuk a bástyát játékba, és nem nagyon van lépés. Jött hosszú sánc, ugye legalább a királyon biztonságban legyen, de itt pedig huszárüti F7, ez gyakorlatilag ugye azonnal végzett, ugye középen, ha megnézzük, hát a H8 Bástjá, F8 futó, tehát emiatt, Mindkét bástyát támadja, világos nem tudja leütni a vezérrel a lovat, mert arra futó üt e hat saksek következne. Ha pedig a futóval ütné a lovat, akkor a bástyával világos, bástya e egy üt e héttel igen. kaszírozná a sötét vezért. Tehát már a minőségvesztés sem elkerülhet. Nagyon nehéz volt itt épni. üti c 4 ugye megtalált egy, egy, egy utolsó védelmet még. Édehib ami éleig óráig. óráig, ugye? Fekete vezérüti C4 következett, amire Pástya D4-je, ugye, beáldozott egy minőséget, fekete, amire vezérüti D4 következett, és ugye vezérüti F7 jött, és ugye vezérüti F7-tel, ugye, az F7-lovat le tudta jutni, de vezér a négye, ugye, nagyon erős támadáshoz jutott, Fehér ugye a 8 ponton egész egyszerűen befogható, és nem tudja király B8-al kivédeni, mert Huszár B5 után gyakorlatilag vezér a 7 csak Az a pont, igen. Az A7 pontot, úgyhogy C6-tal próbálkozott. C7-en menedéket készít igen, a királynak. vezér A8, sak következett, amire király C7, és bástya ad 1 el ugye az utolsó bástyát is játékba hozta Fehér, és ugye a feketének még mindig nincs lépése, mat fenyeget ugye vezér d 8 al nem nagyon tudja ezt védeni, úgyhogy ezért futó d 6 tal megpróbált valami taktikai lehetőséghez jutni. Fekete, de üti H8 következett, és futőti H2 következett, ugye az az értelme, hogyha ezt visszaütni, akkor a huszár g 4 még valami ellen taktika lehetne. Valószínűleg az is nye... Azt is ki lehet védeni. De, de, nem fogadom el, Király F1 után, ugye idézőjelben még egy sak lenne c amit Bástya e 2 kivédek és nyertem. Tehát Király f lépte fehér teljesen, ö, jó lépés volt, futó d visszament fekete, <coughs> amit ugye most már egész egyszer leütött fehér, Bástya üti D6 érkezett, Király üti D6, Vezér D8 sak, Király C5, a legegyszerűbb motivuma, és Sok minden nyerne, vezérel hét sakkal lecserélte Fehér a vezért, és ugye bástya előnnyel könnyedén nyert volna, úgyhogy ezért itt Fekete ugye feladta a játszmát. Hadd tegyem hozzá, hogy Csaba döntése azért is helyes, mert amikor már egy parti teljesen nyerésre áll, akkor a legcélszerűbb, tehát a profik is azt teszik, hogy nem a mat Tot keresik, amikor nem egy teljesen egyértelmű a világos, hanem teljesen reménytelen helyzetben hozzák az ellenfelet. Tehát amennyiben most Csaba a mattot kereste volna, még van valamennyi elméleti lehetősége, matematikai esélye annak, hogy elnéz valamit, és a Dávid mégiscsak meg tudná nyerni ezt a teljesen elvesztett partit. Vezércsere után azonban semmilyen, semmilyen hibázási lehetősége nincsen Csabának, tehát már akkor nincs olyan taktikai lehetőség, elnézés faktor, amivel elveszthetné a partit, ezért mindenképpen bölcs ez a döntés, hogy nem a mattot kereste, hanem a teljesen vesztett állásba vitte az ellenfelét. Hát ez annyira nyerve van, hogy itt bármit lépett volna, nyert volna, de amit elmondta, az arra érthető, hogyha ugye lehet választani, hogy egy biztos nyerést válaszunk, vagy inkább ugye menjünk bele a taktikai lehetőségbe, hogy vagy matot vagy nem, akkor inkább a biztos nyerést kell választani, mert, mert ugye az elég fonalas, végig könnyen nyerhető, és nem pedig ugye idézőjelben ellenesélyeket ad az ellenfélnek, hogyha egy egy Igen, erre választunk, gondoltam. erre van. Itt ugye ez a Báscsaford gyakorlatilag bármi lett volna, itt nyertünk volna. Tehát ezt, ez a parti azért volt nagyon érdekes és fontos. Azért érdekes, mert ugye a fehér nagyon szépen szedte szét, ugye kihasználta a feketének a többszörű hibáját is, és hogy hogyan ne játszunk feketével. Tehát ez egy, ez egy nagyon olyan parti, hogy uh, ugye mit kell elfelejteni, és mire nem szabad játszani. Tehát ilyen, főleg ilyen fiatalon, tehát hogy leütjük a gyalogot, és utána védekezzünk, ez nem a fiatalok játékstílusa. Tisztelt nézőink, a partik után azt hiszem ideje visszatérnünk a SAK alapelvek tanítására és is ismétlésére. Ennek az egyik leggyakoribb és legcélszerűbb mód kombinációkkal az alapelvek mélyebb megismerése és megértése. Két olyan kombinációt szeretnénk az önök figyelmébe ajánlani, amivel a sak taktikai motívumokat és állásmegítélési tényezőket tudjuk hangsúlyozni és erősíteni. A sakban ugye mint az életben, nagyon sok alapelv van, amelyek gyakorlatilag szinte minden körülmények között hatnak és érvényesülnek, csupán fel kell ismerni azokat. A sakkozó pontosan akkor jár el helyesen, amikor nem alkalmi esélyeket ö, kerget, hogy hát, ha nem veszi észre, hát, ha belelép, hát, ha ezt csinálja, hanem ö, tervszerűen kell játszani a minden lehetőségre számolva. Az állásokat sosem lehet ö, maradéktalanul a lehetséges mértékig végig kiszámolni. Ilyenkor van jelentőség az elveknek, a sakbeli elveknek, amikor is ugye tudjuk, hogy ha nem is tudjuk kiszámolni az adott állásnak a végét, de az alapelvek értelmével tudjuk, érezzük, hogy mire kell játszani, minek kell érvényesülni az adott partiban. A képernyőn látható állásban, ha népszámlálást tartunk, akkor azt láthatjuk, hogy világosnak gyalog előnye van. Nehéz tiszték vannak a táblán ellenkező színű futók. Az ellenkező színű futó, futós állásról tudva levő, hogy általában az szokott nyerni, aki a, a, az ellenkező színű futó felhasználásával támadást tud kezdeményezni, mert akkor a védekező tisztek közül az ellenkező színű futó konkrétan nem nagyon tud védeni semmit. Ez egy ilyen elvi szintű dolog. A táblán látható állásban még a kettős gyalogról kell elmondani, hogy a kettős gyalogok baja, hogy egymást nem védik, azok kölcsönösen védelemre szorulnak. Most Világosnak kisebb bajai vannak, mert ütésben van a D8-on álló vezére is, mindkét C-gyalogja, a C2 és C4 gyalogja is. Világos lép, és el kell döntenie, hogy mondjuk vezér d 3 mal igyekszik megvédeni a, a gyalogjait, vagy pedig valamilyen kombinációs csapást szeretne véghez vinni. A tapasztalt sakkozók ránézve az állást azt mondják, hogy itt valószínűleg alapsori kombinációról lehet szó, hiszen az alapsor meglehetősen gyenge, a sötét király ö, előtti gyalogok lezárják a hetedik sort, tehát valahogy a nyolcadik soron kellene úgymond sakkot adni a sötét királynak úgy, hogy az matt is lehetne. Hát ezek után találgatunk, hogy hogyan lehetne ezt az ötletet megvalósítani. Tehát a kombinációs téma, alapelv, az alapsor gyengesége, amit hogyan használunk ki természetesen áldozattal a képernyőn látható állásban világos a futó B4 E7 lépést teszi. Tehát futó E7. Nagyon buta lépésnek tűnik, mivel, mivel ütésben marad a világos vezér is, és ütésben van a, a világos futó is. Az alapsor gyengesége azonban most ö, érzékelhető jól, amikor sötétnek konkrétan választ kell adni, hogy pontosan mit is üssön. Hát hogyha a vezérrel leüti a futót, akkor vezér E4 üt E7, vezér D8 üt E7, következik, és a bástyával nem lehet leütni, az e7 vezért, mivel arra bástya d8-sak, és a következő lépésben mat következne. Lépjük meg tehát bástya üt 7 bástya d8, bástya e8, bástya üt 8 és mat. Így történt meg az alapsor védtelenségének, az alapsor gyengeségének a kihasználása. Természetesen az első lépés után térjünk vissza a, Bást, a futó e7-hez, tehát az első lépéshez, az első lépés után ö, sötét csak a szenvedéseit húzhatta volna el, hogyha a futó ehetet húz, mert futóüt ehétre a futó üthető, és tiszt hátrányal tudja csak folytatni tovább a küzdelmeket, tehát ugyanoda lyukadtunk volna ki tulajdonképpen, az alapsor gyengesége változatlanul érvényesült volna. Nézzük akkor a következő alapsori gyengeségi feladványunkat. A képernyő látható állásban egy alapsori gyengeség megvalósításának tiszta motívuma látható. ez a, ez a kombinációs alapötlet egy világnagyságok elleni parti, világnagyságok közti partiban már megvalósult. Maga a Kapablanka világbajnok győzte így le 22 lépésben az orosz nagymester dr. Oszi Bernsteint. De most az állást értékelve a következőket mondhatjuk el. Világosnak van egy gyalogelőnye, az E3 gyalog. Amennyiben ö, lecserélnénk a vezéreket és egy-egy bástyát, akkor négy gyalog, három gyalog elleni ö, rendkívül nehéz bástya végjáték alakulna ki, ami Pintér nagymester mondta, ha jól emlékszem, hogy nagyon nehezen nyerhető, nem egyszerű megtalálni a nyerést egy ilyen végjátékban. Van azonban ö, egy meghatározó tényező, mégpedig az, hogy ö, Mindkét királyállás gyengének minősíthető, amennyiben a nehéz tisztek behatolnak a, a második soratát, érdemben tudják veszélyeztetni az alapsort. Tehát a, az F2, G2, H2 gyalog a világos királyt teszi részben fogolják, az F7, G7 és H7 gyalog pedig a sötét királyt teszi részben ö, Fogoljá. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy nem árt szellőzteté. Tehát mondjuk egy H3 vagy G3 lépéssel menekülési lehetőséget biztosítani a világos királynak az esetleges alapsori kellemetlenségek alól. A látható állásban sötét lép. A sötét lépése vezér B2 paradox lépés. Na most arról van szó, hogy világos A1 bástyáját sötét támadja az A2 bástyával és a B2 bástyával egyaránt. Ez ellen védekezni gyakorlatilag nem lehet. Az A1 bástya mozdíthatatlan, és amennyiben bármelyik világos bástya ütné akár az A2 bástyát, akár a B2 vezért, a fennmaradó tiszt ütné az alapsoron lévő világos bástyát, és védhetetlen mattot kapna világos. Tehát bástya üt A2-re vezérült B1, sak, majd vezér D1, vezérült D1 mat következne, bástya B1 üt B2-re, pedig sötét bástya ütne A2-rel A1-re, és két lépésen belül mattot kapna világos. Nem lehet megúszni a vezér mozgósításával sem, amennyiben világos vezér F3D1-et húzna, abban az esetben sötét, a második soron felépített nehéz üteggel vezérüt f 2 a király h és vezér G2 mattot adná be. Tisztelt nézőink, remélem sikerült önöknek kellően bemutatni, hogy miért olyan nagyon fontos az alapsor gyengeségét kiküszöbölni és adott esetben menekülési lehetőséget biztosítani a, a megtámadható királynak. Remélem tetszettek a partik és a megfejtendő kombinációk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket viszontlátásra. Viszontlátásra.